Épül a Bogáca éren átvezető új kerékpáros híd vasbeton szerkezete, egy-két héten belül el is készülnek vele. 2,5 méter szélességben folyik a nyomvonal humuszolása, egy hosszabb szakasszal már végeztek, közben pedig ez a munkagép a leendő közvilágítás földkábeleinek árkátása. Már decemberben elkezdődtek a zanati kerékpárút előkészítő munkái, de most ért igazán látványos szakaszba. A kivitelező a tervek szerint halad, nyárra várható a befejezés. Tegnap volt egy egyeztetés az Alpukterra főmérnökével, és tervek szerint haladnak, tehát ők azt mondják, hogy biztosan júniusra készen lesznek, viszont már most felhívták arra a figyelmet, hogy a júniusra, hogy ők átadják, az nem azt jelenti, hogy tudjuk is használni majd, mert ugyanúgy az engedélyeztetési eljárások lehet, hogy el fognak tartani még 1-2 hónapig. A vasúti átjárón való átvezetés nagyobb munkával jár majd, síneket cserélnek és a jelzőrendszert is átalakítják. Május 9-től 13-áig vágányzár lesz érvényben, akkor az autósok előtt is lezárják az átjárót. A munkaterület mellé 40 km/h sebességkorlátozó táblát helyeztek ki. Szeretnénk kérni, hogy mindenki lehetőleg tartsa be ezeket a sebességkorlátozó táblákat, figyelemfelhívó táblákat, figyeljünk oda a munkát végzőkre. Az a legfontosabb, hogy itt a munka végeztével mindenki egészségesen menjen haza, ez a kérésünk. A zanati bicikliút története 2008-ig nyúlik vissza, akkor köttetett az első szerződés a sportáruházat és a gyorséttermet építő vállalkozóval, hogy a belterületbe vonásért cserébe megvalósítja a kerékpárutat, ami aztán elmaradt. Tavaly az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól 300 millió forint támogatás érkezett a beruházásra. A körzet képviselője azt mondja, a zanatiak boldogok, hogy végre elkezdődött az építkezés, ám az öröm akkor lenne teljes, ha a 86-os főúton való kerékpáros átvezetés is megoldódna.